A Napszemle és a Csak a Loki magazin is első helyen végzett kategóriájában a helyi televíziók országos egyesülete országos szakmai pályázatán. A következő percekben kulisszatitkokat fogunk önöknek elárulni arról, hogy hogyan készülnek a műsoraink. Ebben Vida Gyula, a Média Centrum Debrecen főszerkesztője lesz a partnerem. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát bármennyire csapatmunka, azért engedd meg, hogy gratuláljak, mert főszerkesztőként ugye te koordinálod a napi munkánkat, illetve a Csak a Lokit pedig te magad szerkeszted. Egy kicsit azt gondolom, hogy bontsuk ketté, kezdjük a Napszemlével, ugye a híradónk, amivel minden este jelentkezünk a nézők számára. A zsűri értékelése szerint miben tűnt ki a mezőnyből? Szia, köszöntöm a kedves nézőket, tehát nem esett nehezemre elfogadni a meghívást nyilván egy ilyen apropóból, meg pláne. A Napszemlét egy szóval jellemezték, hogy professzionális. És ugye ennél azt hiszem, hogy nagyobb dicséretet nem is kaphatunk. Ráadásul ez egy abszolút független zsűri szakmai tekintélyekkel teletűzdelve, akik az országos televíziózásban hírnevet szereztek maguknak az elmúlt évek során. És hát gyakorlatilag a műszaki személyzettől kezdve a riportereken át a műsorvezetőig mindenkit megdicsértek, tehát a képi feldolgozásban, a híranyagok feldolgozásában, a megjelenésben, az arculatban, tehát gyakorlatilag maximális pontszámot kaptunk, azt lehet mondani, ami óriási büszkeség, különösen azért, mert valahol ez nekünk ugye alapfeladatunk, hogy tájékoztassuk a nézőket, ugye erről szól a közszolgálat, és hogyha ráadásul ezt még úgy tesszük, hogy ez egy valóban élvezhető műsor, híradóról lévén szó, az aztán pláne nagy dolog, azt gondolom. Akkor kezdjük az első kulisszatitokkal. Összeszámoltad már, hogy ahhoz, hogy a híradó este rendben lemenjen, hány munkatársnak a munkája szükséges hozzá? Igen, ezt pont a díjátadón is elmondtam, hogy kevesen gondolnak ebbe bele, hogy ez egy komoly csapatmunka. Tehát az, hogy reggel ugye a szerkesztőségben elindul a munka a riporterekkel, a napi szerkesztővel, a gyártásvezetővel, már ott is 5-6-7 főnél járunk kapásból, hozzájuk csatlakoznak az operatőrök, a technikusok, amikor elindulnak forgatni, ugye egy-egy stáb 3 főből áll, azért 4-5 stáb mozog egy nap egy híradót tekintve, és akkor még itt vannak a stúdió személyzete, ugye fent a rendező, aztán van egy feliratozónk, itt állnak az operatőrök a kamerák mögött, tehát ilyen 20-25 főnél álltam meg, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szám, főleg, hogy egy helyi televízióról beszélünk. Nyilván nem lehet minket az országos televíziókhoz hasonlítani, de már valahol a helyi tévékhez sem, most nem akarom megbántani a többieket, de tényleg azért két a zsűri értékelésében is, hogy inkább már oda tartozunk az országos televíziókhoz, lehet minket mérni színvonalban, annyira kiemelkedtünk a helyi tévék közül. És hát annál is inkább, hogy ugye a közmédiát is kiszolgáljuk. Itt azért nyilván kiemelhetnénk Pálfi Andrea kolléganőmet, aki talán most is a határon van. Akár Pincés Mariant, aki őt szokta helyettesíteni. Igen, de ő az éllovas ebben a tekintetben. Szóval, hogy igen, még az M1-nek, az M5-nek, az M4 sportnak is folyamatosan dolgozunk, és amennyire tudom, hogyha Pestre utazol néha, akkor azért pozitív visszajelzéseket szokták abszolút, kapni. Abszolút, igen. Tehát ez is bizonyítja, hogy milyen színvonalon végezzük a munkánkat, hogy bármikor megkérnek bennünket, és itt megint kitérnék a műszakra is, mindig megálljuk a helyünket. Ugye a riportereink napról napra bizonyítanak, ha be kell dolgozni az MTV-nek a híradójába, egyértelműen meg tudjuk oldani, hogyha az M4 sporton akár kommentálni kell, akár el kell készíteni nekik egy műsort, a Csak a Loki ugye oda készül, azt is maximálisan meg tudjuk oldani. A kollégák pedig gyakorlatilag folyamatosan részt vesznek a mérkőzések közvetítéseiben, az operatőr kollégák vagy éppen a technikusok, és hát felveszik a versenyt az ország legjobbjaival, úgyhogy erre csak büszke tudok lenni, hogy ilyen kollektívánk van, és nagyon nagy szerencsénk is, hogy így tudunk dolgozni ilyen közegben. Azt egyébként már megszámoltad, hogy összesen hány értékdíjat hoztunk már haza az elmúlt évek során? Igen, próbáltuk megkeresni, éppen a Ritukper Tamás, aki a Dehír főszerkesztő helyettese, ő egyébként a helyi tévés egyesületnek a főtitkára is, és a Napszemle az már több mint 10 első díjat hozott el, hogyha mindent összeszámolunk, akkor pedig valami 31 néhány díjnál járunk, ugye itt az első 3 helyezettet díjazza a zsűri 3 kategóriában, a híradó, magazin és a filmes kategóriában, és hát az elmúlt
20-25 év alatt több mint 30 díjat nyertünk, ez egy óriási szám, azt gondolom, és hát nyilván nem állunk meg ennyinél. És akkor áruljunk el egy következő kulisszatitkot, hogy Ráczfelvarráson fog keresztül menni tulajdonképpen a napszemle, hiszen új arculattal jelentkezünk hamarosan. Néhány részletet árulj el a nézőknek, kérlek szépen. Így van, majd kérem a kollégákat, hogy mutassuk is meg, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Ugye ez a díszlet, a híradós díszlet, ami most van, ez gyakorlatilag egy fődíjjal búcsúzott, így a helyi tévés díjjal, és tervezzük, hogy ősztől megújítjuk ezt is. Egy televíziónak az is feladata, hogy folyamatosan tartsa a lépést akár a konkurenciával, akár a korral. Egyre inger gazdagabb díszletre is van szükség, még akkor is, hogyha az egy picit elvonhatja a figyelmet, de már ez azt hiszem, hogy az ötödik vagy a hatodik éve a jelenlegi díszletnek a híradóban, tehát éppen megérett a cserére, és igyekeztünk nemzetközi példákat figyelembe venni. Tehát a Kovács Kálmánt hagy emeljem ki, aki a 3D animátorunk, aki óriási munkát végez, gyakorlatilag az egész televízió arculata neki köszönhető. Igazából néhány támpontra volt szüksége, a CNN-t néztük meg, egy-egy orosz televíziót néztünk meg, ugye ne csak nyugat-európai legyen, és hát ezek a trendek, a piros és a kék, ezt majd látják a nézők, hogy ez jelenik meg nálunk is, és már csak azon megy egy picit a vita, meg a finomítás, hogy mennyi piros és mennyi kék legyen benne, de azt gondolom, hogy megjelenésében abszolút modern, és fel tudjuk venni majd megint csak a versenyt, akár az országos tévékkel megjelenésben legalábbis. Én azt gondolom, hogy amennyire a nézők, annyira mi is várjuk ezt az új arculatot, mert kevés az időnk, úgyhogy most már ideje átérni a Csak a Lokira. Itt mi hangzott el a méltatásban? Ugye itt ez azért érdekes, mert egy rétegnek szóló műsorról van szó, mégiscsak a DVSC magazin műsora, igaz, hogy kézilabda és labdarúgás is van benne, de ugye kimondottan a sportszeretőket célozza meg, és azon belül is inkább azokat, akik a Debrecenért valamilyen szinten azért rajonganak. Ezt díjazta a zsűri, hogy sikerült olyan műsort összeállítanunk, ami ezen túl is érdekes lehet, hogy nem csak a saját szurkolóinak szól, mert olyan, éppen egy olyan adást választottunk ki, amiben például egymással versenyzett a női kézilabda csapat kapusa és a foci csapat kapusa, különböző méretű labdákkal, kapuralövéseknél, melyik tudja a másikat felülmúlni, ezek ilyen oldott hangvételű, igazán élvezetes riportanyagok, és szórakoztatónak találták, még úgy is, hogy ők mondjuk nem feltétlenül rajonganak a DVSC-ért, ki sem merem mondani, hogy melyik csapatnak szurkolt például a zsűri elnöke, mert azt itt annyira nem szeretjük, de elismerte, hogy maga a műsor az teljes mértékben meg kiszolgálja a nézőket, mert hogy szórakoztató és élvezetes nézni. A magyar emberek szeretnek sportot nézni. Mennyire szeretik a háttérinformációt? Mik a visszajelzések a műsorral kapcsolatban? Szeretik. És ugye amellett, hogy a Helyi Tévék Egyesülete elismerte ezt a műsort, a másik nagyon fontos, amit én kiemelnék, hogy az M4 Sporton látható, és ottan is megkaptuk már azt, hogy az egyik legjobb külső gyártású műsor. Azt hiszem, hogy azért egy országos televíziótól, a vezető sportcsatornától egy ilyet hallani, az mindenképpen nagy dolog, és akkor itt mindenképpen megköszönném a kollégáknak megint csak azt, hogy amellett, hogy gyártjuk a híradót napról napra, és hát komoly tempóban ezt sem tudják a nézők, hogy kész legyen estére a híradó, azért sokat kell menni. Amellett még időt szakítani a kreatív munkára, az nem mindig egyszerű. Sokszor nincs is konkrétan idő rá, mégis meg kell oldani valahogy, és ennek ellenére is sikerült olyan izgalmasan akár a képi világot megoldani, akár a tartalmat összeállítani, hogy azt a zsűri díjazta. Ha már a kreativitás szóba hoztad, azt tapasztalom, hogy fiatalít a cég is. Itt most megint csak megemlítenék két kollégát, Somorjai Soma, illetve Tóth Márkó, akik azért nem csak kiváló riporterek, hanem azt gondolom, hogy a képernyőn is maximálisan megállják a helyüket. Milyen mértékben épít a cég a fiatalabb generációra? Ez egyrészt filozófiánk, másrészt pedig kényszerpálya is valahol, mert hogy elég komoly a fluktuáció. Az országos televíziókhoz azért az elmúlt évek során folyamatosan mentek el kollégák tőlünk, és kiválóan megállták a helyüket. Ugye több riportert, vagy adott esetben műsorvezetőt is adtunk, akár kereskedelmi, akár a közszolgálati televízióhoz. Ezért aztán muszáj is valahol megkeresni az utánpótlást. Oktatok az egyetemen is. Például a Tóth Márkó és az én tanítványom volt, úgy került ide hozzánk, de Óvári Annát is említhetném, aki szintén tanítványom volt, és most már a híradó szerkesztőségében dolgozik. Szóval van utánpótlás, és szükség is van rájuk. Egyébként pedig azt mondanám, hogy nagyon szerencsés összetételű most a szerkesztőségünk, mert vannak több évtizedes országos televíziós tapasztalattal bíró szerkesztőink, meg van az a közép
korosztály, akik már itt vannak egy pár éve, például a Soma, és már stabil teljesítményt tudnak nyújtani, de még fiatalnak számítanak, és itt vannak a legfiatalabbak, akik rendkívül agilisak, ide sorolható a Tóth Márkó, vagy éppen az Óvári Anna, és hát keressük még a további tehetséges fiatalokat. Én azt gondolom egyébként, hogy ennek az ideális szerkesztőségi összetételnek is köszönhető az, hogy folyamatosan díjakat nyerünk. Hát én remélem, hogy a következő években ezek a fiatalok, akik beérkeznek hozzánk, majd ebben a székben is fognak ülni. Nagyon szépen legyen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.